Állami kitüntetést kapott dr. Márkus Ferenc és dr. Birkner Zoltán is március 15-e alkalmából. Az Emberi Erőforrások minisztere Balogh Zoltán a rangos elismeréseket tegnap a Pesti Vigadóban adta át. Dr. Márkus Ferenc a Battyányi Lajos Gimnázium nyugalmazott tanára, Nagykanizsa díszpolgára, Magyar Arany érdemkeresztet vett át magas színvonalú munkájáért és példamutató tevékenységéért. Dr. Birkner Zoltán magyar érdemrend lovakkeresztet kapott. A PEN igazgatóját a Pannon Egyetem terjesztette el a címre. De mint mondja, az elismerés nem csak neki, hanem munkatársainak és a nagykanizsai közösségnek is szól. Mi szemléletünk szerint a nehézséget mindig arra valók, hogy ezt tekintsük lehetőségnek, és tulajdonképpen megyünk előre az úton, és időnként magunk építjük az utat is. Tehát a mi közösségünk az egy innovatív, ez most egy divatos szó, de inkább akkor mondjuk azt, hogy a változásra rendkívül módon nyitott közösség és miután ez egy óriási erő szerintem egy nagyon gyorsan változó világban, ezért ezt ma innováció menedzsmentnek vagy változás követésnek lehet nevezni, és tulajdonképpen ez a kitüntetés is erről szól, hogy a nagykanizsai közösség egészében mindent megtesz annak érdekében, hogy a saját környezetét építse, és tulajdonképpen saját magát is jobbá tegye napról napra.